Ho-ho-ho! Sziasztok, boldog Mikulás mindenkinek! Üdv! Megadta magát itt a Stream Deck-em. Hihetetlen. Hihetetlen, semmi nem tud működni. Na mindegy. Boldog keddet! Mi újság? Láthatatlan programozó, köszönöm szépen a támogatást! 9 hónap! Jól megy. Az igen. A Stream Deckért semennyit, azt kaptam a csapattól, képzeljétek el, születésnapomra, még tavaly. Sziasztok, hello mindenkinek. Na. Zene, igen. Bocsánat, így jó, ugye? Elvileg. Ki is kapcsolhatjuk egyébként, ki akartam kapcsolni, de ha bejön, akkor maradhat a háttérbe. Ez csak az intro kedvéért, hogy kezdjünk el hangolódni itt a karácsonyi időszakra. Úgyhogy... Coding game? Nem tudom. Nem most lesz, az biztos. Jól el. Rontottam a hajam, ami eddig se volt valami csúcs szuper. Na mindegy. Van pár dolog, amiről szeretnék beszélni, bejelenteni, aztán belevágunk itt a folytatásba, Android fejlesztés lesz ma. Egy kicsit elrendezgetem itt a dolgokat. Megjött mindenkinek a Mikulás? Sok édességet, de nem nagyon bontottam még fel majd, amikor szépen lassan. Nem megy neked ez a kérdőjel ma. Konfliktussal. Ajaj. A kis csajnak megjött a Mikulás, nagyon örült neki, ugye. Tavaly annyira nem tudta felfogni 3 hetesen. Most azért már nagyjából így, mert az, hogy mi ez, azt nem, de a csomagnak örült nagyon. Úgyhogy főleg a csomagolásnak ténylegesen, meg az első csoki Mikulását megette, úgyhogy azt nagyon bemajszolta. Úgyhogy ilyen szempontból tök jól indult a reggel. Spooky, miért érdemes egyetemre menni? Ez egy nagyon jó kérdés, gyakran előjön itt a streamen. Szerencsére az IT szakma az egy olyan szerencsés terület, hogy nem muszáj papír ahhoz, hogy tudjál benne dolgozni, sokkal többet számít a gyakorlati tudás. De szerintem megéri egyetemre menni, hogyha valakinek van hozzá affinitása. Nagyon jó kapcsolatokat lehet ott szerezni, ugye olyan emberekkel vagy körülvéve, akik hasonló pályát követnek, mint te, vagy hasonlót szeretnének. Nagyon jó barátságok köttetnek ott. Ugye Milalival onnan indítottuk a céget az egyetemről, kolitársak voltunk. Megtanulsz egy csomó olyan dolgot, amit amúgy nem biztos, hogy találkoznál vele. Itt a matematikai alapok, statisztika, analízis, nem biztos, hogy egy az egybe tudod ezeket használni később, de sokat alakít a szemléletmódodon. És ugye az egyetemnek az a lényeg, hogy egyetemes tudást adjon. Onnan a név. Valamelyik jött a másikból. Sokszor mondom, hogy még mi cégek se tudunk lépést tartani a piaccal úgy, ahogy azt sokan elvárnák. Az egyetem nem tud lépést, egyáltalán nem tud lépést tartani a piaccal, szóval azért van az, hogy nagyon sok egyetem olyan technológiát tanít még mindig, ami már egy kicsit elavult, de egyébként szerintem az elmúlt pár évben nagyon, amit én látok, nagyon fejlődtek ilyen szempontból, szemléletben is, úgyhogy most már azért jobb a helyzet ilyen szempontból, de azt ne várjuk el, hogy lépést tart a piaccal, mert egyszerűen lehetetlen. És neki nem is ez a feladata. Úgyhogy igaz, az egyetemre azért jó menni, mert kicsit alakít a szemléletmódodon sokkal-sokkal lefagytam. Sok olyan szemléletmódra megtanít, amit csak úgy nem tudnám magadtól felszedni. Rá vagy készítve egy csomó dologra, ami nem olyan rossz.
Jó, ez kicsit hosszúra nyúlt. Kell egy gyerek, hogy kapja a sok csokit, én meg elszedje. Igen, az elején ez így megy. Aztán ugye... Én a Debreceni Egyetemre jártam, Zoliman. Üdv, látom, elsőnek csetelsz itt. Ami én pont most írtam össze magamnak egy adag tanulni valót, amivel az egyetemen nem foglalkoztam, mert nem értettem, hogy minek. Aztán most meg jól jönne. Ez én is gondolkoztam egyébként, csak nincs annyi időm, hogy mai fejjel szívesen nekiesnék az egyetemi anyagnak újra. Mert lehet, hogy sokkal több minden leesne, vagy sokkal jobban tudnék tanulni. Szia, Ali! Mennyire jó, hogy egyetemen ansi C-t tanulunk? Mindenféleképpen jó egyébként. Azért nem egy egyszerű nyelv, mi is azt tanultunk. Veszíteni nem veszítetsz vele, de egy csomó alap dologra megtanít, amit nem biztos, hogy más, magasabb szintű nyelveken találkoznál vele, vagy megtanulnál. Úgyhogy annyira nagyon ne bánkódj, képezz magad mellette, hogyha nem ezzel a téren szeretnél helyezkedni, nem C-vel. Egyetem értelméről van szó. Ja, igen. Rosszul hangsúlyoztam. Igen, arról szó, hogy megéri egyetemre menni. Annyit még hozzátennék, hogy viszont aki nem szeret tanulni, és nem elég kitartó az, hogy végig tolja az egyetemet, annak lehet, hogy csak idő pazarlás. Tehát nem való mindenkinek az egyetem. Tudni kell elengedni dolgokat. Én nagyon becsülöm azokat az embereket, akik azt tudják mondani, hogy ennyi volt, ez nem nekem való. Nekem most az ansi C jól jött, amikor gózni kellett. Na látod, van erre is példa. Jól mondja a láthatatlan programozó, hogy nem a nyelv a lényeg, hanem a paradigma struktúrát funkcionális. Ó, ezeket jól megtanul-e. Hogy állunk? Hogy állunk ezzel a projekttel? Csütörtökön nem lesz stream. Viszont pénteken, ha minden igaz, 9:30-kor kezdünk, 5-ig, és megpróbálom megugrani azt a fogadást, amit a srácokkal kötöttünk. Ugye vannak a kártyás nézetek az inventory felületen. Ja, nem működik, de működik. Beszarok. Jó, szóval van ez a kártyás nézet. Ugye ez úgy működne, hogyha valamelyikre rákattintasz, akkor az előjön, a többi pedig összecsukódik. Ilyen szép kis animációval. Én azt mondtam a srácoknak, hogy ez 4 órát le lehet fejleszteni mobilon. És akkor kötöttünk egy fogadást, hogy Androidon is, meg iOS-en is megcsinálom 4-4 óra alatt, és arra gondoltam, hogy akkor azt a napot rászánom erre. Optimista vagyok, remélem, hogy még másba is be tudok kezdeni. Úgyhogy a srácok még ma is mondták, hogy ez sok lesz. Nem lesz segítségem, mert ők nem lesznek elérhetőek, úgyhogy magamra leszek utalva, meg rátok. Az nem csalás. Főskörös tapasztalatom van, de igazából csak arra jó, hogy sok mindenbe belelás és irányt tudjon adni. Számomra ez adta meg a célt a programozáshoz. Na, Ali, tök jó, hogy így gondolod. Elvileg át lehet rendezni is, nem? Na. Nem. Nem lehet azért mindent, nem. Köszi, Gizmo. Te eddig sem nagyon segítettél egyébként. Fenn a fajtárat. Igen. Egyébként szerintem tök jól állunk. Én arra gondoltam, túlzás, hogy jól működik a Stream Deck, mert hogy a Duma nézetre a hamarosan kezdünk jött be. Jó.
Szóval arra gondoltam, hogy karácsonyra elindítjuk a béta tesztelést. Úgyhogy aki pénteken szeretne még pontot gyűjteni, és benevezni a béta tesztelésre, annak még lesz ideje, bőven. Aztán meglátjuk. Kérdés már csak az, hogy milyen minőségben kapnak alkalmazást a béta tesztelők. Igyekszünk minél jobbat alkotni, de ez már így kialakult a fejemben, hogy csak úgy menjünk már el pihenni, hogy kiadjuk a béta verziót, és akkor mire visszajövünk frissen januárban, addig ott lesz egy csomó feladat, egy csomó bug, amit ki kell javítani, amit csak meg kell fogni, és csak meg kell csinálni. Srácok, annyira nem őrjöntek ezért az ötletért, de én maga biztos vagyok. Csináljuk. Küldünk energiát, tedd a kezed éppen. Kifogások. Egyetemről jut eszembe, haver MBA-t végzett, és mondta, hogy úgy néz ki, hogy akkor van értelme belekezdeni, ha már vezetett csapatot pár évig. A prognozós egyetem is kicsit olyan, hogy több haszna lenne pár év tapasztalat után. Egy jó középiskolával szerintem, inkább úgy mondanám. Az a baj, hogy nagyon gyakran azt látom, hogy egy-két év alatt nagyon sok olyan dolog berögzül az emberbe, amit utána nagyon nehéz kiverni a fejéből, mert egyszerűen megszokta, hogy úgy csinálja. Nem fog összeérni a pont. Kublízom a pontokat ezerrel, de még sok kell. Nem pénteken zárjuk le, tehát még utána is lehet pontot gyűjteni. Azon nem gondolkoztam egyébként, hogy közben is lehet-e. Na majd meglátjuk. Én is nagyon várom. Nem tudom, én most azt érzem, hogy az iOS fejlesztéssel tök jól tudok haladni, ott bemerem vállalni a karácsonyt, az Androidra kicsit rá kell feküdni. Csak most az elmúlt pár napban az iOS-szel foglalkoztam, és tök flow élményem volt. Androidnál ez még kicsit hiányzik, úgyhogy azért félek, mert ott annyira nem tudok egyedül haladni. Takesz a stream néző, de jó neved van. Szia Takesz, köszi a követést. Még kiszúrtalak. Na, nézzük meg, hogy jó a stream deck. Ez jó. Akkor átváltok vissza Dumára. Nem basz meg, összekeveredett. Ó, na mindegy. Oké, ne szórakozzunk. Hol járunk Androidon? Egyébként az Android is jól áll, csak mondom, ott nehezebben tudok az én időmben haladni, de egyébként már megvan a hírek. Kicsit összehúzom, hogy lássatok belőle valamit, mert talán úgy több értelme van. Tik-tak. Ezek már ténylegesen az API-ból jönnek. Itt majd még fogunk rajta csiszolni, mert ez túl átlátszó. A menetrend, ezt csak be kell kötni, csak. De már itt is vannak fenn dolgok, ilyen kimokkolva, úgyhogy... De hogyha hozzákötjük a webre kérdezésre, akkor király lesz. A shop, az is felület szinten megvan, és mock adatokkal, tehát ide is be kell kötni majd a network hívást. Inventory. Itt ugye ennek a kártyának megvan a többi állapota, illetve pénteken fogom megcsinálni az alsó kártya részt. És az értesítések, amivel ma fogunk foglalkozni, az az értesítések bekötése, tehát API-ról. Igen, igen, Tamás, az a null az nagyon csúnya. Ha már Android, de valaki nem akar room migrációt csinálni, helyettem. Istenem, ez gyerek.
Én nagyon örülnék, ha később is csatlakozhatnánk a beta teszterekhez. Úgy, kiengedte ezt át. Meglátjuk. Igazából, hogyha még azt tudom pontosan, hogy milyen eloszlásban vannak, szerintem jövő héten fogok foglalkozni ezzel. Kiküldöm a formot, amit meg kell adni, ugye kell nekünk az e-mail cím, meg akkor azon, hogy milyen platform. Aztán, hogyha azt látom, hogy szükségünk van még, mert például 50 emberből 20 androidos, akkor lehet, hogy csinálunk még valami pluszkört. Gizmo nem nézi a streamet. No. Jó, meg ugye a beállítások képernyő, ami nincsen még bemerzsölve. De elvileg az is van, mennyire készen van. Alig megy 20 perc a stream, és már nem tudom, hanyadik kifogást mondott Gizmo. Tehát ez nem szép. Nem szép dolog. Jó van, toljuk, mert ebből nem lesz karácsonyra semmi. No, az értesítéseket fogjuk megcsinálni. Minő szerencse, hogy a hírek képernyő már be van kötve, és annak a példájára meg tudjuk csinálni. Úgyhogy kicsi copy-paste lesz. Puff, ezt áthúzom ide, hogy ne zavarjon. Oké. Tük. Na mi kell nekünk ehhez? Nézzük csak meg. Nézzük meg, hogy van a news. Megvalósítva. Itt egy kicsit kihúzom, jó? Az alját nem fogjátok látni a device-nak, de szerintem annyira nem lényeges, mert úgyis itt fent lesz a lényeg. Oké, tehát ennek van egy view modellje, egy news view modell, amiben be van injektálva a post repository, és a post repository-nak van get posts metódusa, aminek ugye átadjuk, hogy melyik page-et szeretnénk. Szuper. Na hát akkor ennek a mintájára kellene nekünk ezt valahogy megcsinálni. Ó, ne is mondd, zero effort, a Prismával szerencsétlenkedtem valamit, már nem is tudom, de... Zero effortnak azért nem mondanám. De amik az se, hogy olyan különböző, csak azért na. Oké. Fogunk csinálni ilyen merch-öt, hogy zero effort. Mit szóltok hozzá, és akkor lesz ilyen zero effort sapka meg póló. Post paging source. Hű. Na jó. Posztapi. Te hol vagy? Kezdjük itt. Így van. Szevasz. Csinálunk egy notification appit. Nem tudom, mi az adtuk hozzá. Ennek a notifications lesz az endpontja. Ugyanúgy offset és limit lesz. Tök jó. Ami különbség, hogy nem post DTO-t fog visszaadni, hanem notification DTO. Igen, ez a source control. Hogy is néz ki ez a notification DTO? Van neki egy ID-ja, mint mindennek van egy ID-ja. Van neki egy title-je. Közben nézem a postmont, egy description-je.
Szerintem, ha jól értem, ez itt a mappelés, tehát a JSON-be ilyen néven lesz, ez meg ugye a DTO-nak a fieldje. Úgyhogy ID title description created at type nem kell nekünk, egy image URL lesz még. És ugye ez egy data class, aha. Oké, jó így, legalább tudjuk. Ugye gyakran van az, hogy nem camel case, nem snake case használnak, például Python-os backendnél, és ott jól jön. Jó, akkor menjünk vissza a Notification API-hoz. Ez egy Notification DTO lesz. Hát ez tök jó. Nézzük meg az importokat. Nem szeretném felvenni. Telekom Vanda hívogat megint. Szia Drexi! És akkor ugye get notifications lesz. Szuper. Oké, honnan indultunk? Innen. Csinálunk... Ujjjjjj, mit csináltam? Csinálunk egy... Notification repository implementációt ennek mintájára. És akkor nem post API lesz neki, hanem notification API, ami notification API változóban lesz. És ez igen, tehát ez kell egy interfész. Notification. Ne higgyétek, hogy munkában nem ezt csináljuk. Hogy nem ezt csinálják az emberek. Copy paste. Tizen pár éve. 11 éve kapok érte pénzt. Mondjuk úgy. 12. A menübáron a fehér kör, itt ez. Ez Steam Deck-nek, csak nem látszik, hogy vannak rajta kis pöttyök. Ajaj, Sanyi, valami kimaradt? Nem csinálom Vimbe. Azaz, command option O. Nem. Az alt. Aha, kontroll lesz az. Köszi szépen, Gizmo. És hol tartasz benne a programozóvá válásban? Akkor még nagyon sok időd van. Sok kitartást hozzá. De jó, hogy időben tudod, hogy mi szeretnél lenni. Hát de Mac-et használsz, nem? Azért hittem neked. Na, get notifications. Így. Ami notification-t ad vissza.
Nem DTO-t? Nem. Jó. Type mismatch. Itt DTO-kat ad vissza, eddig jó. Notification implementáció. Gondolom, ennek így kellene működnie, mert hogy itt van egy ilyen tuposzt. Igen. És akkor így lesz a DTO-ból modell. Szuper, és akkor hogy van? Title. Title. Mondom, title. Description, ugye. Description. Created. Jó, és akkor 50 page-enként. Ki fogom törölni a kódot? Elrontottam valamit? Nekfog modulban és az app modulban lesz majd egy kis dolgoz még a DI-ja, Rimi. Külön szoktuk szedni a DTO-t, a domain modellt. Kimásoltam, Sanyi. Don't fosh. Profi Android fejlesztés van, kérem szépen. Nem össze-vissza írunk át dolgokat. Ha valamiben senior vagyok, akkor az a copy-paste átírása. Na jó. Szuper. Szóval Control Option. Oh. Lassan beveszünk a csapatba. Szép. Én megcsinálom neked, Gizmo. Drága lesz. Jó. Build-elni akartam, de akkor Command-B az nem működik. Mióta dolgoztok? Mikor kezdtük? Október? Ez a 15. adás. Nem tudom, hol látom, de kb. De ugye nem csak streambe, sőt nem csak streambe haladunk vele, hanem ugye szabadidőnkbe is. Jó, és akkor nem ide akartam. A notification modell az, igen, a type nem kell, tehát nem érdekli. Az unread az még egy másik dolog, úgyhogy ezt kiveszem. Október 11-én volt a bejelentés. Notification, notification because
Van egy olyan érzésem, hogy a dependency injection-nek valahol meg kell adni, hogy mi hogy legyen? Itt meg Alt Enter, azt hiszem, import. Igen, app mód és a network modul. Network modul. Hű. Taka. Azt mondja, hogy néz ki ez. Hm. Provide. Notification. A dependency injection az arra jó, hogy különböző modulokat tudsz injektálni más modulokba, amivel nem te kezeld az életciklusát bizonyos objektumoknak, hanem a rendszer, és meg tudsz adni különböző szabályokat. Most az, hogy pontosan hogy működik az Androidnál, nem tudom, illetve kb. 8-9 éve használtam utoljára dependency injection-t rendesen, amikor még elváztam. És egy csomó boilerplate kódtól meg tud kímélni, hogy ezt jól beállítja a fejlesztő. Notification unread. Csak kellene. Akkor azt mondjuk, hogy a notification... Így. Azt mondjuk, hogy val unread boolean false. Na, az tök jó, hogyha ennyire érdekel téged, Drexi. Így kezdődik általában a dolog, hogy az ember ilyeneket kezd el csinálni. Azt mondja, hogy notification API could not be resolved. Post. Notification API. Megnézzük, hogy hol van használva a Notification API. Azt mondja, Tamás. Pedig ez jó. Bildeni kell egyet.
A kliensnek nem érdekes, hogy milyen típus ez a notification. Ezt kiszedem majd a szerv oldalból is, mármint, hogy nem adom vissza. Sziasztok! Szerintetek, ha nem vagyok elég motivált, hogy tovább haladjak Jávában, akkor valójában nem is akarom igazán. Mi lehet a háttere? Én nagyon jó jövő tudnék elképzelni vele, de egyszerűen valahogy nem jön magától. Matu Place. Lehet, hogy nem jó dologgal próbálkozol. Tehát attól, hogy a Jáva nem fekszik neked, vagy nem élvezed, vagy nincs benne flow élményed, az nem azt jelenti, hogy az egész programozást nem élvezed. Én kipróbálnék más technológiát. Lehet, hogy tetszeni fog. Most ez olyan, hogyha valaki Ansicét látja először, abban jól megszivatják egyetemen, lehet, hogy azt mondja, hogy kukába az egész, közben pedig egy Pythonnal vagy egy TypeScripttel nagyon szívesen dolgozna, és abban lenne sikerélménye. Úgyhogy nézze körbe, ismerj meg több technológiát, hát ha valamelyik az, ami neked kézre áll is, és jobban élvezed. Ha pedig nem, akkor valószínűleg nem neked való. Ott majd moderátor vagy, hogy vettem volna el a hozzáférésed, Gizmo? Ne őríts már meg! Miért hazudsz? Miért hazudsz itt? Ide jössz hazudni. Pofám leszakad. Nem akarsz izélni. Moderálkod. Moderátoroskodni. Mondd ki. Na jó, van, jössz te még az én utcámba. Debrecenbe. De jó, azt hittem, hogy elrontottam a híreket is. Jó, na hát sok minden nem történt, mert ugye nem kötöttük be sehova. Hát de most már lehet, hogy elvettem, bár én biztos nem vettem el. De hogy most ott van, hogy moderátor vagy, tehát hogy... Oké, na, menjünk vissza a view modellbe. Post view modell. Nem, News View Model, ugye ezt úgy hívjuk. Ühüm, ez így néz ki. Nézzük meg, hogy néz ki a Notification View Model. Hát nem így. Jó. Oké, akkor... News View Model. Nézzük meg. Hiányzik neki, ugye, a injektálás, notification repository, úgy, ugye? Oké, és akkor hát ezt itt szépen át pattintom, mert most már ez az egész nem kell. Bam! És ugye ugyanúgy pakinát lesz. Oké, és akkor még ezt a paging source-ot meg kell csinálni. Notification repository. Ígyni. Szépen rendbe rakjuk helyére. És akkor ezt lemásoljuk. Notification. Így. Ez nem post, hanem notification. Ezt amúgy szépen meg lehetne csinálni. Szerintem egységesre. De nem én leszek, aki Androidon ezt megcsinálja. Bam. És annyi ezt elkommentezted fel így? Ilyen szépen. Először azt hittem, valami generált osztály. Azért mondom, mert nem fogom elolvasni, ne haragudj.
majd ha nem működik, akkor elkezdem olvasgatni, de addig nem. Nincs arra idő. Paste it. Ez is notification. Szerbusz, szerbusz. Évent adnak ki egy új paging appit, de mindig megígérik, hogy ez az utolsó. Az szép. Azt mondja, illetve az, ez jellemfüggő is. Ha jellemző rád, hogy érted be minden mindenre így által, akkor egy nyelvválasztás ezt nem fogja megoldani. Így van. Hát, ezt mi nem tudjuk így kívülről megmondani, hogy ez a motiválatlanság, ez mennyire. Mélyen gyökeredzik. Most belegondoltam, hogy még nem fejeztem be a daily quest update-et, melyek befejezem közben, aztán megtanulni, mert témazáró lesz. Hajrá, akkor sok sikert a témazáróhoz. Igazad van, viszont el tudnám magam képzelni a szakmában, soha nem éreztem úgy, hogy én és a programozás hagyjuk is. Talán csak több időt kellene rászánnom, ki tudja. Biztosan több időt kell rászánnod. Nincsen, hogy valaki elég időt szán rá erre a szakmára. Sajnos. Én nekem személy szerint a weboldal szerkesztés jön be a legjobban, most vagyok végzős középiskolában. Azt gondolom gyakorolgatni szabadidőmben. Azt próbálom gyakorolgatni szabadidőmben. Na hajrá, Bence, akkor neked is tök jó, hogy ennyi fiatal van itt. Pályakezdő, kezdés előtt. Jó az, hogy már ilyen fiatalon ezzel foglalkoztok. Szerintem, ha nem megy igazán szívből a dolog, akkor hagyni kell, hiába olyan kecsegtető. Igazad van lassúgi, de szerintem ők még nagyon fiatalok ahhoz, hogy ezt el tudják dönteni. Szerintem igaza van Lord Suginak, de nem mindegy, hogy az ember 30 évesen nem érzi a flow-t, a motiváltságot. Nem 30, akkor mit tudja, 24-25 egy egyetem elvégzése után, vagy még egy középsúlyba, mert akkor teljesen, tehát hogy lehet, hogy még csak nem találtam meg ennek a szakmának a szépségét. Bevallom én se, tehát hogy én se tudtam magam elképzelni a programozónak. Az elején. Hát akkor találd meg azt, ami érdekel a programozásban. Találj benne szépséget, szerintem próbálj meg. Érdekes dolog. Fú, de megszívott ez a Stream Deck. Kurva anyját! Gyere ide! Bocsánat, mert ez... Jó. Jó. Át. Szóval, pályaválasztás. Abban egyetértek, hogy nem kell mindenkinek programozónak lenni. Tehát, hogy ez a szakma, nekem ezt a legelső főnököm mondta, és nagyon egyetértek vele, hogy ez olyan, mintha minden nap érettségiznél kb. Minden nap új kihívás, olyan hibával, vagy olyan problémával találkozol, amivel előtte nem, és aki ezt nem szereti, az nyüglődni fog ezen a pályán, sajnos. De meg kell találni, attól még meg lehet találni benne a szépséget, mert nem biztos, hogy valaki ugyanúgy tudja élvezni a frontend fejlesztést, mint a backend fejlesztést, úgyhogy mielőtt bárki is otthagyná ezt a szakmát, azért próbáljon meg szétnézni, hogy milyen ágazatai vannak ennek. Egyébként meg ez is gyakran előjön, és most is szóba került, hogy is fogalmaztak. Azt hiszem, hogy... Jó jövőt tudnék elképzelni vele. Nyilván ez egy olyan szakma, ami jól fizet, jól lehet vele keresni. Én még nem láttam programozót éhezni.
ha valaki a jövőjéért aggódik, a megélhetéséért, akkor szerintem két dolgot kell tennie. Az egyik az, hogy elhelyezkedik IT-ből a programozásba, a másik pedig az, hogy megtanul valamilyen közelharc művészetet. Igen. Mert hogy amíg világ a világ, addig valószínűleg szükség lesz IT-ra, kivéve, hogyha jön valami apokalipszis, akkor pedig jól jön a második opció. Úgyhogy ez egy tök jó alternatíva, de azért gondolkozom el mindenki azon, hogy megéri a pénzért ezt a szakmát választani, hogyha nem szereti. Hogyha valaki szereti és szeret fejleszteni, akkor ez egy tökéletes win-win szituáció. Hát igen, érdemes azért nem aberáltnak lenni. Na. Akkor elérkeztünk a notifications-höz, aminek a párja news. Azt mondja, hogy collect as lazy page items, így. View model, notifications, igen. És akkor post listnek. De jól csinálta, Sanyi. Na, oké, akkor ez a notifications, ez notification list, így, és akkor figyelj, vannak olyan dolgok, amiket az ember nem oszt meg a nagy közönséggel. Nem előítéltes vagyok, nem baj az, hogyha ő ez érdekli. Stream Elements-en, Gizmo. Aha, köszi, Sanyi. Tök jó, Drexi. Akkor ez nem list lesz, hanem lazy paging items. Hú, de jó lesz. És akkor... Sanyi, most ezt értelmeznem kell. Tehát lazy column neked is van. Tök jó. És akkor azon belül te nem items-et használtál. Hanem szétvenezted. Jaj, nem, bocsánat. Itemset használtál te? Kell a key.
ezt gondolom Notification ID. Nem? Lazy list, itt meg lazy item scope van. Lazy list scope, igen, az addig megvan, és akkor az items... Az itt van. Ez nem kell. Így egyszerűbb lesz összehasonlítani. Hoppá. Nézzük meg, hogy az items, ez micsoda. És hogy ugyanaz van beimportálva. Compose. Paging Android X items is meg. Aha. Jó. Jó. Na. Mi problémája van? Szán. Ez rendesen kicsapta magát. Nem kéne a exception kapnom, vagy ilyesmi? Menjünk vissza a view modellhez. Ez csak leállt. Bam. Ah, itt van. Jó, de ez nem ugyanaz a konzol volt. Azt mondja, hogy... Mi a baja? Tehát az a baja, hogy van type paraméter? Azt meg én felveszem. Ezért ne kösségessünk. Yeah.
Hát bazd meg. Már bocsánat. Igen, igen, ignorálni kellene, de lehet, hogy az egy külön beállítás lenne? Nem, itt van. Jaj, itt van, hogy használd az ignorálást. Ezt így bele kell rakni. Jól van. Ki ajánlotta ezt neked? Sajnikám. Jól van ez így. Oké, igazából nem sok vicces zavar. Már nem tetszik, javaslom majd a mosit. Nem rossz a Kotlin. Swift egy kicsit jobban tetszik még mindig, de vagány nyelv a Kotlin is. De hát előnyen indult a Swift, úgyhogy kicsit az letisztultabb talán nekem. De hát ez már tényleg csak megszokás kérdése. Jó, és akkor itt van az értesítés, hogy karácsonyra lesz beta verzió. Akkor nyomok be pár értesítést. Invalid token, hogy a macska rúgjon meg. Már most így ész nélkül duplikálgatom a dolgokat. Az a legegyszerűbb, csak hogy legyen paginálás. Jó, és ugye szerintem a szerveren van cache. És azt még törölni kell. Jó, resources. Bocsi, csak a Redis Cloud-on szerencsétlenkedek. Így, hogy DB-be turkáltam, hogy a cache nem fog üdítődni magától. Úgyhogy
konnektálni kell és flösszölni. No. Hát ez elkeselt. Valamit nem jó. Oké, tudulókötbök. Kezd elfogyni a hely a képernyőmön. Megvan. Nem tett jót neki itt a másolgatás. Oké. Akkor vissza az egész, kipucoljuk a DB-t egy kicsit. Fene vinni el. Még itt nekem a type-ra. Type-ra mondja, hogy nem jó. Na. Nem vagyok kibékülve ezzel a sok ablakkal. És annyi jó dolgot nézek. Egy timestamp jó lenne. 14:57. Valami nem jó, gyerekek. Hát itt van, igen, csak hogy ez nem debugba futtattam. Nem lehet, hogy az? Unique key, az nem jó. Notification, view mode notification. Igen. Hát elvileg nem lehet duplikátum, azt a MongoDB-s engedni, de hát látom már karonvarjút, vagy ilyesmi. Igen, az ID-t az nem duplikálja, tehát akkor a MongoDB-be is ugye az ID-k eltörnének. Úgyhogy ez nagyon érdekes. Meg ugye egyébként 5-öt tölt be, tehát az első 5-tel kellene problémájának lennie, de mégse. Az lehet, hogy nem hagytunk benne valami ID-t kimokkolva. De nézzük csak notification item.
Tehát ez lenne, hogy a key. Jaj, aha, tényleg. Ezzel van a problémája. Na, akkor ezt most megnézzük. Ebből csak egy ID van. Viszont az lehetséges, hogy... Nem. Nem lehet, hogy valami el van rontva, és akkor ugyanazt a page-et tölti be, és ugye ugyanazt az elemet akarja feldobni. Én erre a paging resource-ra gondolok. Hogy itt rontottam el valamit. Hogy itt. Azt mondja, hogy notification. Ebben benne van. Uh-huh. És akkor azt mondjuk, hogy offset 5, limit 5, ebben is benne van. Aha, a paginás server oldalon van elrontva. Tehát következőn... Jól van, gyerekek, jól van. Rostól sült, rossz redist néztem. Vagy bezárult az előző. Szasz, Jani. Igen, az a logika nem jó. List cache false, tehát nem cache-ödik, akkor azért nem láttam. Ezt okosan úgy hagytam. Offset és limit van, offset és limit. Na jó, lehet, hogy... 3 itt. Kitölöm a DB-t, és akkor elkezdjük újra az értesítéseket. Bocsánat, ezt gyorsan megcsinálom. Jó. Admin user kell. Admin usernek kellene egy API kulcs, ezt berakjuk postmanbe, szerkesztés admin access token. És akkor create notification, szuper! Oké, na! Mr. Bambi, üdv a béta tesztelők között. Köszi szépen.
Jó, csak hogy ne ugyanaz a szöveg legyen. Jó, szuper. Ezek ugyanazok. Szuper. Elkezdődött a The VR App beta tesztelése. Botrány a beta tesztelés során. Így, hogy én igazi clickbaites legyen. Mi kell még nekünk? Váltok admin user, csak hogy ne csak Janinak a feje legyen ott. És akkor úgy legalább változatos lesz egy kicsit. Jó, akkor most Pisti fog. Király volt a God of War. Akkor jöjjön Bazsi. Mindenkinek legyen. Köszi a mai streamet. Véga. Oké, és akkor már csak Dani hiányzik. Az a baj, olyan messze van az a laptop, hogy nem látom szinte a kijelzőjét. Oda hajolgat, mint nem akarok, mert akkor hogy nézek ki? Kihajolok itt a képernyőből. Jó, na nézzük. Így nem sokat láttok belőle. Szuper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ez még csak 7. Pam, pam, pam. Oké, na, újra. Nem, abszolút. Serkenti az embert. Gyárban szalag mellett állni, az a fárasztó. Agyilag egyébként igen, megterhelő tud lenni, de hát azért ez még nem az a szint. Attól függ egyébként, hogy mind dolgozom nálam legalábbis. Tehát, hogyha tudok haladni, és tényleg flóba vagyok, akkor
Akkor elég sokáig bírom. Igen, igen, igazad van. Tehát, hogy egy idő után a kódolás lesz az, amit nagyon sokan azt mondják, hogy bárcsak kódolni kellene, és semmi más nem kellene mellette csinálni. Jó, ha megnézzük a logot, Locket, megvan Locket. Nincsen semmi. Miért nincsen? Ja, hogy várni kell. Látszik, hogy paginálódik. Jó. Küldök még be párat, csak azért, hogy lehessen jobban tesztelni, de ezeket már nem csinálom meg egyedire, mert kigúvad a szemem. Content padding? Ja, igen, igen, igen. De azt majd globálisan kell megcsinálni, szerintem nem. Ezt így folyamatosan ötösével töltötte be. Vagy igazából... Te csináltál ilyet a newsnál? Fragment news. És azt tudjuk majd itt használni? Kösz, Tamás! Köszi! Ez már compose, ne viccelj már. Tír, ezt úgy kilopom, mint annak a rendje. De várj már, ez a sajátom, ezt írtam. Csak nagyobb kell. Padding face content padding. Aha, ez a top, de kell nekünk a bottom. Gondolom van, igen. Ó, valamire rányomtam. Nem merge. Szóval címbi. Posztos fájból. Ott van Sanyi, minek lessen ki? Minek lessen ki? Csak ez a 36, ez nagy. Vagy 136. 50 lesz. Ja. Szuper. Na, hát...
Jó, egy kicsit átváltok. Szerintem más nem kell itt, Sanyi, ugye? Notification networking. Sziasztok, mit gondoltok, nehéz most juniorként elhelyezkedni nulla tapasztalattal? Nekem több ismerősöm bootcamp után nehezen helyezkedik el, a legtöbb junior pozí plusz egy plusz év tapasztalatot vár el. Fú, hát nem tudom, most elég nagy változások vannak itt az IT szektorban. Gondolom hallottatok a különböző leépítésekről, elküldésekről a nagy gigacégeknél. Ez egyébként nem véletlen. Mindenki érzi a jelenlegi helyzetnek a súlyát. Szerintem legalábbis, ha már ekkor a cégeknél kigyűrűződik a dolog, akkor ez már nem egy egyszerű helyzet. Egyébként el lehet helyezkedni, azt nem mondanám, hogy lehetetlen, de tény, hogy mindenki olyan versenyzőre vár, aki azért nem nulláról indul. Bootcamp képzés azért az nem mindegy, hogy milyen bootcamp képzés szerintem. Mennyire vehető komolyan. Lehet, hogy a cég már megégette magát egy-két olyan emberrel, úgyhogy ez ennyire nem egyszerű. De szerintem el lehet helyezkedni. Viszont lehet, hogy nagyon sok cég nem is hirdet junior pozíciót. Tehát, hogyha megtetszik egy cég, és nincsen kiíró pozíció, akkor nyugodtan próbálkozzá be, mert lehet, hogy van esélyed soron kívül is egyébként. Teljesen releváns, vagy teljesen logikus, hogy belegondoltok. Tehát, hogyha már valaki hirdet pozíciót, akkor nem a minimumra rakja. Tehát, hogy én is hirdetném meg azt, hogy nulla tapasztalattal rendelkező embert keresek. Tehát azért nem fizetnék állás hirdető portáloknak, meg fejvadászoknak, úgyhogy erre érdemes gondolni ilyenkor. Nem bírom már nézni a fejem. Szia, Stazi! Szörgetni kell az ajtót. Igen, most ez nem azt jelenti, hogy ide kell jönni az ablakhoz stream közben. De próba cseresznie. Ja, nálunk is volt, hogy 3-4 év tapasztalattal keresünk, de végül juniort vettünk fel, így van. Tehát, hogy most belegondolsz te is, nem tudom. Elromlik az autód, autó szerelőt keres, akkor nem azt keresed meg, aki talán meg tudja csinálni. Tehát, hogy... Én annól írtam nektek egy e-mailt, írtatok, hogy van egy tesztelői állás, az annyiban maradt, 2 év múlva megint megkerestelek titeket. Na, látod? Ki tudja már, milyen szenior tesztelő lenni a Sanyikám? Lehet boldogabb ember lenni a tesztelőként. De te nem jelentkeztél a mentor programra? A legelső körre? Egyszer valaki jelentkezett, akkor abban nem válogattuk be, az a legelső mentor programunk volt, és később jelentkezett újra, és akkor meg felvettük már. Viszont ha egyetemről kijössz, akkor még nem tudsz felmutatni releváns tapasztalatot, kivéve a gyakornokként ott voltál valami cégnél. Hát ez így van. Hamar időben el kell kezdeni, hogyha tutira akar menni az ember. Ez ilyen sajnos. Egyébként meg egyetem mellett azért fel lehet mutatni dolgokat, saját projekteket, hobbi projektek. Tehát, hogy nem muszáj, hogy kell neked gyakornoki előzménynek lenni, hogyha be tudsz mutatni egy olyan projektet, amit te csináltál hobbiból, van egy jól kinéző GitHub projekt repód, ami nem arról szól, hogy a beadandókat megcsináltad, hanem tényleg dolgozgattál dolgokon, akkor
akkor el lehet helyezkedni. Én is mutattam nektek, egyből is keselt. Igen, igen, emlékszem. Emlékszem, sőt, na Tamás, ugye te is mentorprogramra jelentkeztél, szakmai gyakorlatra, és akkor emlékszem, hogy mondta Lali, hogy odaadtam ennek a srácnak ezt a képernyőt, egy hétig el lesz vele. Aztán másnak megjöttél, hogy készen van. És azt hiszem két hét után mondtuk, hogy hagyjuk ezt a szakmai gyakorlatos bózkodást, kezdjünk el együtt dolgozni. Azt hiszem te voltál ez, akinek két hét után mondtuk, hogy nem kell ez a... Mert már annyit tudtál igazából nulla kilométeresen, hogy megértél, érted pénzt adni. Vagy neked pénzt fizetni, inkább úgy mondom, nem érted. Az úgy emberkereskedelemnek hangzik. Hát én életem mellett csináltam egy oldalt ismerőseimnek, vagy azok ismerőseimnek viszonylag olcsón, illetve volt pár hobby projektem, és azokat meséltem, mutattam be az első interjúban. Igen. Meg összedetnek kell lenni, tehát hogy lássák, hogy tényleg foglalkoztál szabad időben vele, meg érdekel téged a szakma. De mondom, itt van Tamás, aki a Bamata, aki nem tudta dekódolni. Ő tényleg úgy jött, hogy nem volt előtte sehol, de mégis tudott már Androidból annyit lerakni az asztalra, hogy két hét után azt mondjuk, hogy a 3 hónapos szakmai gyakorlatot majd aláírjuk, persze, de kezdjél dolgozni. Én annól egy Google Drive klón csináltam, azt mindenhol szedték. Na. Így van, csak csinálni kell. Le kell ülni, aztán kódolni, őszülni, vérezni. A teszt is bejelentkezett a beta tesztelők közé. Gyorsan megcsinálom a pull requestet, mert el fogom felejteni, gyakran úgy jártam, hogy itt. Jó, megcsináltam. Hazamentem, aztán elfelejtettem, hogy a pull requestet nem nyomtam. És nem is mörzsölték így be. Nekem is van saját projektem, JavaSpring, MySQL, kicsi frontend, de például Junior Pozira be sem hívnak. Lehet, csak rossz időszakot fogtam ki. Valószínű lehet, vagy rossz cégekhez jelentkeztél, vagy nem tudom, hogy mennyihez jelentkeztél, de hogyha egy-kettő ez, akkor simán benne van az, hogy pont önöket fogták ki, akik most nem keresnek. Meg azért évvége van, tehát hogy ilyenkor az emberek kezdik lezárni az évet, amik én ma is interjúztattam, de na, tehát hogy azért egyre jobban kezdik elengedni ilyenkor a cégek. Már csak azért is, mert nem is nagyon szoktak ilyenkor munkahelyet váltani. Most nem a kezdőkre gondolok, hanem akik már elhelyezkedtek, nyilván az évvégi ajándékoztást, azt mindenki megvárja. Jó, develop. Jó. Nem tudom. Van még esetleg kérdés? Dumáljunk, vagy kódolgassak itt? Igazából, ami van Androidon, amivel tudok haladni, tudnék. Shop az nem. Inventory talán. Az a baj, Sanyinak meg Tamásnak inkább Sanyinak, mert ugye Tamás nem kompózozik. Ha van már példa, hogy ő csinált hasonlót, akkor könnyen lemásolom, de úgyhogy magamtól még nem szeretnék itt szenvedni. Hogy tetszik az a... Tetszik egyébként. Jó, csak ez a hibrid megoldás nem a legjobb. Így például, mint ahogy mondtam, gombot is nem olyan egyszerű csak úgy felrakni. Azt hittem, hogy sokkal könnyebben átjárható ez egész.
De amúgy király, királyság. Nekem tetszik ez az új szemléletmód, amit a Swift is, meg a Kotlin követ. És itt az Apple, meg az Android. Szavasz, citromcsavaró. Mármint maga az MVVM, meg ahogy le van a képezve a dolgok, nem túl sok layer view-hoz képest például. Nem. Az első munkahelyemre emlékeztet. Ott jáváztam, és ott volt szépen mindenhez. Interfész, TTO külön modellek, tehát hogy ott volt ennyire szétszabdalt architektúra, vagy modern layer. És milyen iskolába vagy oktató céget érdemes keresni, ha esetleg még nincs közöd a szakmához, de lehet váltanál abból, amit most csinálsz, 2-3 év múlva hova érdemes beiratkozni vagy tanulni. Hát fél, hogyha 2-3 éved van, akkor az tök jó, mert 2-3 év alatt azért meg lehet tanulni dolgokat. Én elsőre mindenféleképpen, ha van rá időd és energiád, akkor magamtól kezdeni kell tanulni. Bootcampre, vagy bármilyen képzésre én célzottan jelentkeznék, vagy fizetnék ilyet, ha már tudom, hogy mit szeretnék csinálni. Ha ennyire messziről indulsz, akkor először én még egy kicsit hagynám ülepedni, hogy melyik irány az, ami bejön. Frontend, backend, mobilfejlesztés, bármi. Ha nem sürgős, ha tényleg ilyen 2-3 éves távlatról beszélünk, mert abban még belefér egy képzés, hogyha már tudod, hogy mi az, ami tetszik. Amúgy sem, maga az MVVM az király, tehát hogy meg az annyira nem idegen. Maga az eszköz készlet az, ami idegen, de a szemléletmód az nem. Maga a Kotlin, meg itt a Compose, így ez az egész megvalósítás, ez nekem egy kicsit terjedelmesebb, kiezem, mint a Swift UI-t. Azt érzem, hogy kicsit több kódot kell írni. A Swift UI az abban megvalósítani ezeket kicsit szerintem tömörebb. De most ez csak egy érzés, tehát hogy nem tudom, megnézném a kódot, akkor lehet, hogy nem ezt mondanám. Mondjuk elég low-level-ből lehet mindenben nyúlni, meg kevesebbet kéne, ha kiemelnénk a dolgokat modifierekből, vagy ha Pure Compose projekt lenne. Hát a Pure Compose projekt lenne, akkor szabadabban lehetne mozogni. Low-code, no-code? Igen, én is találkoztam több helyen ezzel a no-code-dal, meg low-code-dal. Nem tudom, szerintem biztos van olyan, amire az is jó, de ez ugyanaz, mintha azt mondanánk, hogy nem tudom, az AI fogja a kódot, és akkor copilot, mindenre használjunk copilotot. Annyira nem ástam bele magam a dologba. Hát csinálja, aki csinálja. Mi egyedi megoldásokat szállítunk, úgyhogy igazából minket ez nem érint. Így van, ilyen citroncsavaró, hogy a low-code és no-code eszközöket is valaki írja. Igen, COBOL, de egyből 15 év tapasztalta. Az úgy a jó párosítás, és akkor lehet banki rendszerekhez jelentkezni. Igen, ha már itt vagyunk. Itt az ünnepi időszak és a január eleje, az nem tudom, hogy lesz. Lesz egy kis 2 hét kimaradás valószínűleg streambe.
Maga a fejlesztés menni fog, én fogok vele dolgozni, főleg a reggeli hajnali időszakokban. De szabadságon leszek. És valószínűleg lesz itt egy kis szünet. Úgyhogy, de maga a projekt haladni fog. Ha addigra már ugye lesz beta tesztel, és akkor majd úgy is látni fogjátok a dolgokat. Valószínűleg csak a stream fog szünetelni egy kicsit. Ja, Sanyi. Ja, nem is Sanyi volt. Elnézést, nevetnem kell. Szerintem nekünk is lesz egy kis elvonási tünet a kódolástól 2 hétig. Elvonási tünet a kódolástól. Ja, te nem dolgozol 2 hónap között, úgy könnyű. Ilyest fogunk dövírázni. Helyes, helyes. Ezt szerettem volna hallani. Tök jó, mert ma reggel foglalkoztam az apival egyébként, és képzeljétek el, megcsináltam olyan dolgokat, amiket betudusztam. Valaki egyszer kérdezte az elején, hogy ezeket a tudókat meg is csinálom majd, vagy csak így odabigyeztem, aztán ott marad. Meg lett csinálva. Ennyi. Beta tesztről honnan lehet infokat szerezni jelentkezésen felül? Én foglak majd keresni titeket valószínűleg Twitch üzenetbe. Elküldök egy formot, amit ki kell tölteni, és akkor megadni ott az e-mail címre van szükségünk, meg hogy milyen platformon szeretnél tesztelni. Valószínűleg így fog működni. De Discordon lehet kérdezni meg mindent, tehát hogy az valóban igaz, csak hogy a folyamat, hogy hogyan fogjuk elérni egymást, az így fog. Hogy megadjátok az e-mail címeteket, és akkor mi az az e-mail címmel, meghívunk titeket a TestFlight-ba, meg a Google Play bétára. És akkor ez lesz így. Majd megpróbálom figyelni rendszeresen, nem veszem észre a Twitch-en rám írva, aki igen, igen, nem annyira szembetűnő. De lesz idő, majd időben elkezdem. Jövő héten megcsinálom már, hogy hétvégén. Ígérem. Igazából az kellett volna, hogyha valaki kiváltja, akkor már megkapja ezt a formot. És én csak összenézem, hogy a felhasználó név az egyezik-e. Én általában Nálunk csak csinál mindenki egy tudó kommentet és hagyja a faszba. Szóval van egy pár érdekesség a projektben, majd egyszer végignyel az valaki. Jó, hát azért nálunk sincs mindig minden tudó kézjelve, kigyepálva, tehát ne legyünk álszentek. Nyilván ezek olyan tudók voltak, amik így hiányos funkcionitások, tehát hogy például, hogy ne lehessen kétszer jelentkezni egy nyereményjátékra. Ma reggel egyébként az appit, meg az iOS appot húztam össze. Az a baj, nem tudom megmutatni, mert nincsen összemörcsölgetve. Ugye külön feature branch-ekben vannak, de ma elkészült az, hogy egy nyereményjátékra lehet jelentkezni, ott már Twitch-el autentikál. Elment az állapotod, tehát hogyha jelentkezel egy nyereményjátékra, akkor már tudja a backend, hogy te jelentkeztél. Ami még elkészült a legutóbbi stream óta, szerintem az a live komponens. 3 napja csináltam. Szerintem az, igen. Tehát mutatom. Tehát ez a komponens készült el, mármint nem a komponens, hanem a bekötése, meg ez a szerver oldali rész. Hogyha a srácok éppen streamelnek, akkor megjelenik. És most streamelnek, úgyhogy le lehetne tesztelni, mert nem velük teszteltem le, hanem másokkal. Úgyhogy ők hétvégén nem streameltek. Gyorsan megnézzük akkor.
A Netrend meg több VR API-t Jani testvér csinálta, vagy ez, hogy van ez így? Ő egy ilyen addont használtak az oldalhoz, és akkor azt paraméterezte fel, konfigurálta fel. Eléggé testre szabható a dolog, ahogy beleláttam. Ezen látszani fog. És akkor ennek az addonnak van egy ilyen feature-e, hogy restre kipublikálja. Na? Hello? Lassú az iPhone. Mit csinálsz? Jó, majd a stream info, hát pedig... ez érdekes, mert visszaadja, hogy live. Itt van valami hiba. Ezt gyorsan csináljuk meg. Gyorsan elnézek, ha már így elkaptuk egymást élőben. Leroy! Hát kösz szépen, 10 hónapja, hogy vagy, mi újság? Merry Christmas, köszi! Előbb buggant. Jobban vagy már? Épülök felfelé vagyok, na. User login. User login kell nekem, nem username. Mert a username az más. Aha, meg jól lenne, ha nem lenne bekeserve minden felhasználókat. Flush. Szuper. Dövjár a papi. Bug. Ezt gyorsan kipatentoljuk. Stílusos a master. Mi baj lehet? Csütörtökön szerintem megpróbálkozok majd a vezetéssel is. Most értem haza, aztán benyitottam a Twitch-et, látod, kódjárdék streamelnek, mondom, benézek már. Hát ez egy remek történet. Isten tartsa meg jó szokásod. Örülök, hogy itt vagy. Más már nem is vegyülsz ilyen kockafejekkel, azt mondják. De gondolom, rendesen van dolgod. Na jó, és akkor megnézzük a demót.
Az a baj, ez a Twitchnek van egy API, amivel le lehet kérdezni azt, hogy egy csatornán van egy stream vagy nincs, viszont ez egy tömb, és ugye lehet hostolni más csatornát, úgyhogy van egy érzésem, hogy azok kerülnek bele, és ezért van az, hogy ki kell filterezni a tömbből. De hát igazából, hogyha hostolnak, akkor valószínűleg te streamelsz, de akkor is a stream infók az a biztos, hogy abból veszük, ami a csatornái. Mi az, hogy is live through? Na azért, Radics Petivel van Time Up Podcast, inkább azt néznénk. Számítógépezünk itt. Hát napi 8 óra oktatás szolgált, aztán itthon még ugye tanulás, vannak törvények, amiket kőkeményen számon kérnek. Aztán neked kell számon kérni. Na, szóval vendégünk Radics Peti, Time Up Podcast S03E11. Harmadik év, a 11-es epizód. És így fog kinézni. Bár itt majd nem tudom, hogy ezt amúgy kiengedte át Code Review-n. Itt vannak az iOS-esek? És hogy nagy legyen a pofám. Ott valami nem tökéletes. Nem tud sajnos, azt hiszem. Jaj, hogy azt még nem tudom. Azt hiszem az eventre, hogy ha raknak fel egy új eventet, akkor webhookkal sajnos, amit használnak a menetrendre, az nem jó erre. Úgyhogy pólozgatjuk. Egyébként ez a live komponens, ez úgy működik, hogy cache-eli. És csak azt hiszem 1-2 percenként fut le, tehát plusz-minusz 1-2 perc lehet az eltérés. De ezen majd még finomítunk. Még egyébként nincsen megcsinálva az értesítés küldés, hogyha arra gondolsz, hogy a menetrendben, tehát hogyha elkezdek streamelni, akkor jön értesítés. Ez még egy jó munka lesz, de mivel tehát olyan ad hoc stream nem szokott lenni, a menetrend ott van az adatbázisunkban. Az alapján tudunk kalkulálni, hogy nagyjából mikor kell figyelni, hogy mikor lesznek aktívak valószínűleg. Igen. Erről beszéltünk már a srácokkal, hogy most itt a hajnal 3-kor valószínűleg nem lesz stream, akkor nem biztos, hogy agyon kell pólozni. De viszont amikor be van ütemezve, ugye ezt elég jól látják a srácok, tehát hogy ha más nem aznap reggel töltik fel a menetrendet, úgyhogy az alapján lesz majd valószínűleg beütemezni, de ezzel még nem foglalkoztam. Igazából egy perces pólozás is belefér, mert nem érne percenként pólozni. Twitchnek amúgy van limitációja, úgyhogy azon belül nem nagyon. Na, kösz szépen, Spooky. Nem tudom, Sanyi, tehát beszéltek meg. Igen, tehát így néz ki. Schedule, ez már működik. Ez már működik. Tehát ez a... Empty state-ek meg kellnek, az még meg loading állapotok. Majd ez a még somát szargatjuk.
Mondjuk Zsolti, nem naponta kellene indítani ezt a kurva kérdést. Már bocsánat. A LEGO streamet kerestem volna, de a fejből nem tudom, hogy hanyadikán lesz. Na mindegy. Nagyon aranyszínű. Dizájnon nincsen, de ez a nem tudom, december 21-en legúszim. Aha, mindjárt ránézek. Ez is működik, tök jó. A weboldalon van. Ez a piros. Ugye három van. Hármat vettem fel. Gray, Gradient, meg Red. Azt hiszem. Szóval december 21. Na, az érdekes. Hogy ez miért nincs itt? Jajajaj. Húte. Eltűnt. Nem, itt van. Na, majd megnézzük. Csak nézem, hogy mennyi minőségi cucc jön Debrecenből, nagy cégektől kezdve. VR-ig. Köszi szépen, Spooky. Így, Zsolti, ez kellemes lehet. Oké, oké, Sanyi. Na, hogy van? Csak nézem, hogy mennyi. Igen, igen. Azt úgy kellemes átnézni. Azt én is utálom egyébként. Jó van. Báj. Hát meg jó az elején ezt kitalálni, aztán nem menet közben. Srácok, rám jött a kölgés, ó. Csütörtökön nem lesz stream. Jó? Pénteken találkozunk. Egész napos stream, reggel jövök. Csá. Jó, nem haltam meg. Csá.